Ai, que dor.
Mix exkluzív rádió DJ frekvenciáján a Mayday-ről adunk közvetítés reggel 6 óráig. Jelen pillanatban egyébként még egy jó 17 percig bizony jól fogja pörgetni a lemezeket a Mayday-en, a Main Forum, vagyis a nagyteremben. Amúgy utána következik majd Lexian K-Ball 23 óra 30 perctől. Tehát akkor pontosítok, nem még 17 percen keresztül, hanem egészen fél 12-ig fogja nyúl pörgetni a lemezeket a Mayday-en. Utána Lexi és K-Ball jön, és akikkel interjút hallhatok még, a következő órákban Members of Mayday, aztán majd Lexian K-Ball is megjelenik. Westman, Marco Bailey, Speedy G, Chris Levin, Umek, Thumbcraft, RMBA és a Master Blaster. Aztán a magyarok közül nyúlva már hallhatatok interjút Spiggy Boy, Flash Budai és Sam Junior kerül majd. Mikrofon végre Réka és Ági jó voltából. Ez tehát a Mayday közvetítése a Hungi Expo területéről a rádió DJ frekvenciáján a Megamix exkluzívban. A lemezeket jelen pillanatban nyúl törgeti ott kint a helyszínen.
8 pörgeti a lemezeket a Mayday-en, a Hung Expo területén jelen pillanatban, egészen 12-ig egyébként az ő szettjét hallhatjátok itt a Rádió DJ frekvenciáján, és aztán reggel 6-ig tart a közvetítésünk a Megamix exkluzívban. Itt lesz még Members of Mayday, velük is csinálunk majd interjút, Lexion, K-Pol, Westben, Marco Bélis, KDG, Chris Libyen, Umek, Tomcraft, R&B, Master Blaster, őket mind-mind-mind hallhatjátok majd élő adáson egy interjú erejéig. A magyarok közül nullal már hallhattatok egy interjút Spiggy Boy-jal, Clash-el, Budaival és Slam Juniorral is beszélgetünk majd. Azonban ők még nem érkeztek meg, viszont itt van Ági, aki elkapott valakit a tömegből és érdeklődik a hangulat után. Ági, tiéd a szó! Sziasztok, hallgatók! Itt vagyunk mi is már a Mayday-en. Én is megérkeztem egy kicsit erős stílusváltásra egy Buena Vista Social Club koncertről. Csöppentem ide, hogy egy kicsit furcsa még nekem az átállás. Hallottam, hogy megnyerte Tóth Vera a Megasztárt. Ennek a Mayday-nek viszont csak egyetlen nyertese van, ti, akik kilátogattatok ide. Ugyanis zseniális már a hangulat. Nagyon-nagyon sok ember van iszonyatosan furcsa öltözékekben és furcsa mozgással nyomulnak itt. Bár ez már nekem kevésbé furcsa, hiszen tavaly is átéltem ezt az élményt. Itt van velem szemben egy ember a tömegből, akit kiragadtam, őt úgy hívják, hogy Linda. Hello! Sziasztok! Szóval Lindát fogom faggatni arról, hogy milyen a hangulat, te már azért körbenéztél sokkal jobban, mint én. Mit tapasztaltál? Nagyon sokan vannak, de még többen beférnek, úgyhogy azt ajánlom mindenkinek itt a rádió előtt ül, hogy jöjjön ide. Kiket láttál ideig? Kik zenéltek már? Hát Bruckmann Balázsra voltunk kíváncsiak, ugye a Barátok Közt Palikája. Elég jó zenét csinált, viszont nagyon kevesen voltak még akkor is. Illetve most van a színpadon Shane 54, ugye Császár előtt, és éjféltől pedig Westbam. Na, tőle raboltalak el, akkor rövid lesz ez az interjú. Kivel vagy még kíváncsi Westbamon kívül? Igazából Marco Bailey, és hát sokan vannak. Szeretem ezt a stílust, és szeretem, hogy ilyen sokan vagyunk. Én nem vagyok olyan nagyon otthon az elektronikus zeneterén. Ebben az évben ez az első ilyen nagy nyomulás? Igen, Mayday egy évben egyszer van, áprilisban. De többfajta ilyen buli is van, de azt hiszem, hogy a Mayday kiérdemelte azt, hogy a legjobb buli az évben. És hát azért lesz majd nyáron, gondolom, megint Budapest parádja, ahol ott nyomultok megint. Persze, az egy más rendezvény, más DJ-k, de igazából a tömeg, az emberek ugyanazok. Tapasztaltál-e már valami furcsaságot itt kint, vagy minden olyan, mint a régi? Hát igazából nagyon sok furcsa ember van itt, tehát igazából hétköznapi emberek nem is igazán vannak. Mindenki kiöltözik, mindenki kifesti magát. Bye.
exkluzív élőben a Mayday-ről, aki most is pörget. Jó!